Williams Televízió. Idén is palacsinta jutalomban részesítette a polgármesteri hivatal és Szlahó Csaba polgármester a kitűnő tanulókat. A Grassalkovics Antal általános iskolában 88-an, a Halmi telepiben 62-en, az Andrássy Gyula iskolában 84-en, míg a Petőfi Sándor általános iskolában 96-an részesültek a tanév végi ingyenségben. Ez már legalább a hatodik alkalom, amikor palacsintázunk a jó tanuló diákokkal, gyerekekkel, és hát valóban a Haneg Gábor úr tájékoztatása alapján reggel 6 órától 6 fő 600 palacsintás sütött meg, úgyhogy ez komoly teljesítmény és köszönet is érte. Gyakorlatilag minden évben a Haneg családnak köszönhetjük a palacsinta készítést, illetve az ő segítőiknek és a valamennyi konyhásnak, akik azért ilyenkor egy mondjuk egy plusz feladatot teljesítenek, és tényleg hálás vagyok nekik ezért, és köszönet érte. De ami a lényeg, igazából egy gesztus az önkormányzat részéről a kiváló és a jó tanuló diákok felé. Azt gondolom, hogy ezzel is próbáljuk őket ösztönözni, és azt gondolom, hogy jó fogadtatásba részesül. A gyerekek többnyire szeretik a palacsintát, bár már találkoztam olyan kicsivel, aki szegény, majdnem sírva fakadt, hogy neki ezt meg kell lenni, de mondtam, hogy nem kötelező. Hát azt lehetett hallani, amikor a kő így legördült a szívéről. És mindig elmondom a gyerekeknek, hogy az igencsak jó érzés, ugye pedagógusként, polgármesterként, hogy a városban ennyi jó tanul, ennyi ügyes gyerek van, hiszen a fiataloké a jövő, meg az összes teher, ahogy ezt szokták mondani, és öröm azt tudni, hogy ennyi tehetséges gyerekünk van itt az iskolákban. Úgyhogy mindig gratulálok nekik, és jó pihenést kívánva a nyári szünetre. Hát közösen eltöltjük ezt a néhány percet, amíg elfogyasztják a palacsintát, meg az üdítőt. Remélem, hogy továbbiakban is tudjuk ezt folytatni, és bízom abba, hogy továbbra is ilyen pozitív lesz a fogadtatás az iskolák és a gyerekek részéről egyaránt. Ízes és kakaós, vagy csokis palacsintát szoktak ilyenkor adni. Ön melyikre esküszik? Én kakaós vagyok.